A következő mesét Borsószem herceg kisasszonyt küldi neked a KNTH Gyógyulás Mesedoktor programon keresztül. Gyógyulj meg minél előbb. Borsószem herceg kisasszony. Volt egyszer egy királyfi, aki herceg kisasszonyt akart feleségül venni. De nem ám holmi jött-ment herceg leányt, hanem olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta az egész világot, hogy meglelje a hozzáillőt. De minden választottjában talált valami kivetnivalót. Herceg kisasszony akart ugyan elég, de a királyfi kételkedett benne, hogy vérbeli herceg kisasszonyok, mert mindegyik tett valami olyat, ami nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a birodalmába, és igen elbúsult, hogy nem lel magához való feleséget. Egy este szörnyű vihar kerekedett. Dörgött, villámlott. Az eső meg úgy zógott, mintha dézsából öntötték volna. A nagy égzengésben egyszer csak megverte valaki a palota kapuját. Az öreg király maga ment kaput nyitni. Egy herceg kisasszony állt a küszöbön. De uram teremtőm, hogy megtépázta az uhóga eső, meg a vad szél. A hajáról, ruhájáról patakokban szakadt a víz. A cipője órán befolyt az eső, a sarkán meg kifolyt. És mégis azt merte mondani, hogy ő vérbeli herceg kisasszony. Na majd elválik, hogy igazat mondott-e, gondolta magában az öreg királyné. De nem szólt senkinek. Bement a hálókamrába, kiemelt az ágyból minden dunnát, párnát, derékaljat, s egy szem borsót tett az ágydeszkára. Aztán rárakott a borsószemre 20 derékaljat, azokra meg 20 vastag pehedunnát, s oda vezette éjjeli szállására a herceg kisasszonyt. Reggel aztán megkérdezte tőle, hogy esett az alvás. Egy szemhunyást sem aludtam, panaszkolta a herceg kisasszony. Isten tudja, mi volt abban az ágyban. Egész éjjel nyomott valami. Akármelyik oldalamra fordultam. Csupa kék zolt volt a testem. Restelen megmondani, de sosem volt még ilyen kényelmetlen az ágyam. Most már aztán láthatták, hogy vérbeli herceg kisasszony a vendégük. Mert 20 derék aljon és 20 pehedunnán keresztül is megérezte azt a kis borsószemet. Csak egy javából való igazi herceg kisasszony lehet ilyen kényes. A királyfi nyomban feleségül vette. Úgy megörült, hogy igazi herceg kisasszonyra akadt. A borsószem meg a királyi kincses kamrába került. Ott mutogatják mind a mai napig, ha ugyanazóta el nem lopta valaki. Aki nem hiszi, járjon utána.